hogyha a világ egyik legkomolyabb titkos szolgálata, már ha igaz ez a teória, amire semmilyen bizonyítékot nem láttunk eddig, hogy Kovács Béla mondjuk ügynök, pedig nagyon sok ügynököt látunk itt Magyarországon, vele kapcsolatban bizonyítékot még nem láttunk, de tegyük föl, hogy igaz. Akkor ez a világ legnagyobb titkos szolgálata úgy gondolta, hogy a Jobbikot nem kilóra meg kell venni, mint ahogy azt a legegyszerűbben, ha befolyást akarnak szerezni, meg lehet azt tenni. Ha már így mondja. Hogyha egy komoly nagyhatalom befolyást akar szerezni, azt milyen módokon teheti meg? Ön azt mondja, hogy nem bízná a Jobbikra, pedig ha ez a teória igaz, akkor ez azt jelenti, hogy a Jobbikot nem lehet megvesztegetni, hiszen a Jobbikban nem így próbált befolyást szerezni. Ki az, aki ezek szerint a bizalmunkba tudott nagyon ügyesen férkőzni? Mi ránk mondjuk nem szexügynököket küldtek, ezek szerint úgy mért föl minket a világ legkomolyabb titkos szolgálat, hogy emberileg nem azon a szinten állunk, hogy ilyen egyszerűen befolyást lehessen szerezni. Hogy? Hanem, ugye, ha igaz, amit ön feltételez, hogy Kovács Bélát, egy felkészült szakembert, egy nyelvtudással rendelkező, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező szaktekintély az, aki az orosz titkosszolgálat szerint a Jobbik politikusainál elismerésre, bizalomra szolgálhat, akkor én azt gondolom, hogy ilyen értelemben egy jó recept. Ez azt mutatja, hogy a világ egyik legkomolyabb titkosszolgálata úgy gondolja, hogy a Jobbiknál esetleg így lehet befolyást szerezni. De mindenre nincs bizonyíték.